Folytatódik a kutatás annak a repülőgépnek a fekete doboza után, ami szombaton zuhant le a dél-kelet-ázsiai Indonézia fővárosánál. A belföldi járaton 62-en utaztak, köztük 10 gyermek. A hatóságok szerint sikerült megtalálni a becsapódás helyszínét, ahol rengeteg roncsot találtak, ám ezek azonosítása még nem történt meg. Holttesteket is találtak, most az áldozatok hozzátartozóitól vesznek vért, hogy a DNS minták alapján azonosítsák a halottakat. Egy óriási vörös ponyván hozta partra az indonéz hadsereg azokat a roncsukat, amelyeket a Jáva-tengerben találtak. A lezuhant utasszállító fekete dobozát keresik, anélkül ugyanis talán soha nem tudják meg, miért zuhant le fedélzetén 62 emberrel a belföldi járat a főváros Jakarta közelében. Repülőgépeket is bevetettek a roncsok utáni kutatásban, miután a hatóságok bejelentették, azonosították a katasztrófa helyszínét. 10 mentőhajót küldtek a helyszínre, búvárok tucatjai merültek a mélybe. Kétjelzést is észleltek a közelben, a szakemberek szerint az egyik a fekete doboz jeladójából származhat. Nem csupán alkatrészekre és repülőgép maradványokra bukkantak, a mentőcsapatok néhány emberi testrészt is megtaláltak. Joko Widodo indonéz államfő kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden holttestet felszínre hozzanak. A kormány és az indonéz nép nevében szeretném kifejezni részvétem. Felszólítottam a közlekedésügyi minisztériumot és a kutatómentő ügynökséget, hogy segítsék a kutatást, mondta az államfő. Az áldozatok hozzátartozói most DNS mintákat adnak, hogy azok alapján képesek legyenek beazonosítani az utasok földi maradványait. Az egyik áldozat férje az újságíróknak elmondta, felesége repülőjegye eredetileg másik légitársasághoz szólt, az utolsó pillanatban már a repülőtéren irányították át a szerencsétlenül járt járatra. Utoljára délután 2-kor beszéltünk WhatsAppon, akkor már a fedélzeten volt, és még nevetett. Elmondta, hogy nem túl jók az időjárási viszonyok, kértem, hogy imádkozzon, mondta a gyászoló férj. A belföldi járat szombat délután 4 perccel felszállás után tűnt el a radarokról, az adatok szerint egyetlen perc alatt 3 kilométert zuhant. Szemtanúk látták, amint a lángoló repülőgép a tengerbe zuhan, és a becsapódástól felrobban. Bár heves eső esett, a katasztrófa okai egyelőre ismeretlenek. A Boeing 737-500-as típusú utasszállító, bár már 26 éves volt, a Fapados légitársaság vezérigazgatója szerint jó állapotban volt. A mostani katasztrófával szinte megegyező helyen zuhant le 2018-ban egy másik Boeing gyártmányú repülőgép, egy 737 Max. Akkor több mint 180-an vesztették életüket. Nem sokkal később egy ugyanilyen típusú utasszállító zuhant le Etiópiában, fedélzetén több mint 150 emberrel, senki sem élte túl a tragédiát. A repülőgép típust ezt követően ki is vonták a forgalomból, épp pénteken zárult le a 2 éve tartó vizsgálat. Az amerikai székhelyű Boeing vállalat beismerte, megtévesztették a hatóságokat a 737 Max repülés irányítási rendszerével kapcsolatban. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2,5 milliárd dollár, vagyis mintegy 730 milliárd forint pénzbírsággal sújtotta a céget, ám egyetlen felső vezetőt sem vontak felelősségre.